és azonnal folytatjuk is a beszélgetéseket. Baranyai Zoltán, a közúti közlekedési szakszervezet elnökkel következő vendégem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! A volántársaságoknál nem állnak jól a bértárgyalások, finoman szólva, hogyha minden igaz, akkor önök 7,5%-os béremelést szeretnének, és ehhez képest továbbra is 0%-os a javaslat. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelőnél, mint tulajdonosnál azt mondták, ezt pontosan idézem, kidolgozás alatt áll a bérajánlat. Ez mit jelent? Mit tudnak erről? Hát először is szeretném az elején azt elmondani, hogy mint közúti közlekedési szakszervezet elnöke vagyok valójában, de most jelen pillanatban azt szeretném elmondani, hogy a munkavállalói oldal 6 szakszervezetét, illetve szakszervezeti szövetségét képviselem, illetve amit nyilatkozni fogok, jelen pillanatban a munkavállalói oldal szakszervezeteinek a közös álláspontját próbálja majd tükrözni. Hát, és mi ez a közös álláspont? Hát mindenképpen szeretnénk 2016 évre egy elfogadható bérfejlesztést a szakmában. Kicsit korábbról is kezdhetném, a szakma problémái, mi szakszervezetek, mindenki a maga módján, már 2-3 éve közvetítjük szóban, írásban a tulajdonos felé, hogy pótlási nehézségek fognak megjelenni, nem vonzó a szakma, az autóbuszok nem maradnak itt. Jelenség már a szakmában, és vannak krónikus helyek, például Győr-helyi járatot tudnám említeni, ahol folyamatosan... Tehát egész egyszerűen nincs elég vonás. Nincs elég autóbuszvető. Az elszívó erő nagy, Nyugat-Európa, tud nekem mondani egy összehasonlítást, nálunk mennyit keres egy vonánbuszvezető, és mondjuk Ausztriában mennyit keres egy helyközi járat vezetője? Hát nálunk a bruttó átlagkereset a szakmában 220-30 ezer forint között van. Természetesen átlag ennél vannak jobban kereső kollégáink is, és hát azt is el lehet mondani, hogy a nettó 100-110 ezer forint is jelen van, és nem ritka. Ausztriában ennek többszörösét keresik, és Németországban is természetesen. De mondjuk ez kétszerese Ausztriában? Hát, akár háromszorosa. Akár háromszorosa is lehet. És ugye különösebb nyelvtudást sem annyira igényel, tehát ha valaki minimális szinten... Igen, egy minimális nyelvtudás azért valószínűleg szükséges hozzá. Nyilván annak érdekében, hogy legyen elég sofőr, hogy például ne Ausztriában menjenek dolgozni, valóban ugye béremelésre van szükség. Azt mondta, hogy 2016-ban egy elfogadható béremelést várnak. Ez a 7,5%, ez ugye ez az, amit szeretnének elérni. Ebből hajlandóak engedni, ha úgy tűnik, hogy ennyit semmiképpen nem fognak kapni? Két részből tevődik össze az igényünk. Az egyik egy bérfelzárkóztatási igény, ami 2014, illetve 15 évben a munkát adtuk, a közösen kezdtünk kidolgozni, és 15 végén őszére számszerűen is átadtunk, hogy milyen egy bértáblának hoz hasonló szintet szeretnénk elérni munkavállalói csoportoknak. Ez teszik ki az egyik részét az igényünknek. Ez igazából régiónként más mértéket takar, mert nem mindenütt egyformák a kereseti szintek. 2016. januárjában történt egy régiósítás, ahol 6 régiós céget, illetve a Volánbuszt 7. régiós cégként meghagyva átalakították a szakmát, és így egy társágon belül jelen van nem kis bérfeszültség, vagyis egy cégen belül a régió A és B pontja között ugyanabban a munkakörben jelentős bérkülönbségek vannak. Ezt szeretnénk egyik részben megoldani, ezt már több éve kérjük. Tavaly is, tavaly előtt is lesöpörésre került, gyakorlatilag erről mondtunk le első körben, most szeretnénk hozzáragaszkodni, és van a 7,5%, ami jelen pillanatban, mivel a munkáltató oldal ajánlata nulla, ezért mi még ragaszkodunk ehhez a mértékhez, addig nem is igazából szeretnénk semmilyen irányba elmozdulni, illetve olyan kijelentést tenni, hogy bármilyen irányba, illetve hogy meddig vagyunk hajlandóak lejjebb menni. Tehát nyilván ugye a tárgyalások következő fordulója az hétfőn lesz. Arra valamilyen tervvel önöknek menniük kell, tehát legalább saját magukon belül kell lenni egy elvi megállapodásnak, hogy mondjuk nem tudom, ha előállnak egy 5%-os ajánlattal, akkor arra mit fognak majd mondani? Hát, hogy amint a munkáltató előállna. Ha a munkáltató azt mondja, hogy mondjuk 5%. Hát az 5%-kal előállna, akkor az nagyban elősegítené a tárgyalásokat, és nagyban közeledne valószínű a megoldáshoz. Én nem hiszem azt, hogy jelen pillanatban ilyen ajánlatot fogunk kapni, úgyhogy a szakszervezetek nem erre készülnek igazából.
Tehát, ha jól értem, picit engednének a 7,5%-ból, de abban sem bíznak, hogy bármennyit kapnak, jelenleg úgy érzékelik. Hát ahhoz onnét indulok ki, hogy január első, második hetében el szoktak kezdődni a tárgyalások. A munkáltató oldalnak nem volt az idén képviselője, a korábbi nem mondott. Január közepe után 18-án sikerült közúti közlekedési vállalkozások szövetségének elnökét megválasztani. És februárban kezdődtek csak a tárgyalások, február másodikán kezdődtek a tárgyalások. Volt egy hónap forja, úgymond a munkáltatónak, a tulajdonosnak, hogy áttekintse az igényeinket, és ahhoz kialakítson valami ajánlatot. Ez nem történt meg, sőt, még február közepére sem történt meg. Úgyhogy a második tárgyalásnál egy kicsit meglepődött a munkáltató, hogy egyből miért tettünk ilyen bejelentést, amilyen tettünk, de pont ez volt az oka, hogy minden éven húzódik. Azt is elmondtuk, hogy február végéig szeretnénk megállapodni. Nekünk nem célunk az a célunk, hogy asztal mellett, a munkabéke megőrzése mellett állapodjunk meg, de ha ez nem vezet eredményre, akkor közösen az érintett szakszervezetek el fogják dönteni, hogy milyen lépéseket tesznek. Nézzük át egy picit a reális menetrendet. Önök azt mondják, hogy ha a hétfői egyeztetésen nem születik eredmény, akkor elkezdik a sztrájk előtti kötelező 7 napos tárgyalási sorozatot. Ez azt jelenti praktikusan, hogy ha hétfőn nincs eredmény, akkor jövő hét kedden elkezdik a 7 napos tárgyalást, az tart talán 23-áig, ha jól számolok, és akkor mondjuk 23-ától lehetne valamikor, vagy akár pont 23-án lehetne egy sztrájk, tehát van már ilyen menetrendjük? Gyakorlatilag mi még türelemmel várjuk a hétfő időpontot, illetve az ottani a hétfő tárgyalás van, hogy hát ha történik valami pozitív, egyébként abban... Hány százalékos esélyt ad ennek, hogy ott megegyezés 50 lesz? Alatti, hát megegyezés semmiképpen nem tudom elképzelni, hogy legyen. Még az ajánlat, az elfogadható ajánlat, ami abban az irányba viszi a szakszervezetek gondolkodását, hogy lassítsa a sztrájk irányába való gondolkodását, még azt sem tudom elképzelni, viszont a jogászaink dolgoznak annak érdekében, hogy ha elindul, illetve erre szükség lesz, és természetesen ebbe a munkáltatónak is partnernek kell lenni, mert egy valamilyen szinten a közlekedési törvény, illetve a sztrájk törvény alapján kell egy kompromisszum, egy elégséges szolgáltatást ki kell dolgozni, és ezt mindenképpen partnernek kell legyen hozzá a munkáltató, ugyanúgy, mint a szakszervezet. Ugye a sztrájk törvény módosítás után rettenetesen nehéz sztrájkolni. Fognak tudni a gyakorlatban, ha sztrájk lesz, olyan sztrájkot csinálni, ami jogszerű és tényleg kényszerítő ereje van? Mert mondjuk, ha a buszok 70%-a járni fog, akkor annak nincs olyan nagy kényszerítő ereje. Ki szeretném hangsúlyozni, hogy természetesen csak jogszerű sztrájkról lehet szó. Azért mondtam azt, hogy a jogászok körbejárják a kérdést. Más közlekedési ágazat is jelentett be hasonlót, ott is dolgoznak a jogászok rajta. Hát igen, csak például a vasutasoknál van egy olyan lehetőség, hogy ugyan a személy vonatok számát nem tudják annyira korlátozni, mint amennyire mondjuk szeretnék, de azt tudják mondani, hogy a teherszállítás teljesen leáll, mert arra nem vonatkozik. Önöknek nincsen ilyen adó a kezében például? Hát nekünk nincs, minket bekorlátoz valójában a közlekedési törvény, illetve a sztrájk törvény. Valóban olyan típusú sztrájkot, mint valamikor régen az új sztrájk törvény előtt nem lehet ma Magyarországon a közlekedésbe tartani, de úgy gondolom, hogy annak önmagában, ha 70% mondjuk 70% közlekedik és 30% nem a járatoknak, azért a magyar közösség közlekedés 70%-át lefedik a volántárságok, annak is meg lehet önmagában az ereje hatása, hogyha egy ilyen sztrájkot meg tudunk tartani. Tehát ennek is van értelme, hogy mondjuk a 30%-a nem közlekedik majd a buszoknak? Úgy gondolják a szakszervezetek, hogy igen. Köszönöm szépen, hogy itt volt ma reggel, és elmondta mindezt. Én is köszönöm.